Sziasztok, üdvözlök mindenkit, hamarosan befut az X-Men 97-nek az új évada, ezért gondoltam, hogy azok kedvéért, akiket érdekel a sorozat, de nem látták az előző 5 évadot, itt lenne egy ilyen kis összefoglaló videó, hogy mi történt eddig. Igyekeztem a lehető legrövidebben csak a lényeget beletenni a videóba, elég sok munka volt ezzel, elég élveztem egyébként csinálni, és meghozta a kedvem a sorozathoz is, szóval itt lenne. A sorozat elején a tévében egy elszabadult mutánst láthatunk, név szerint Kardfogót, aki óriási pusztítást végez. Az emberekben egy általános gyűlölet van a mutánsok iránt. Napsugár, aki egy tinédzser, most kezdi csak el felfedezni ezeket a képességeit, és a szülei se nagyon tudják, hogy ezt hogy kezeljék. Ezután a tinédzser egy játékboltba menekül, ahol őrrobotokba fut. Az őrrobotokat egy amerikai kormány által megbízott cég gyártja a mutánsok regisztrálása miatt. Az őrrobotok Napsugárt veszik célba, aki ezután menekülésbe kezd, és belefut vadócba és viharba. Itt egy harc tör ki, aminek következtében a bázisra szállítják Xavier iskolájába, ahol megismerkedhetünk Logannel, Xavierrel, Cyclopssal és az egész mutáns iskolával. Xavierék elhatározták, hogy betörnek a mutáns ellenőrző központba, hogy töröljék az aktákat, amiket a mutánsokról vezetnek, ugyanis ezek veszélybe keverik őket. Küldetés sikerrel jár, sikerült törölni a mutánsokról vezetett fájlokat, és a zöld robotokat is megsemmisítik, azonban a sikernek ára volt, hiszen Bestia és Morph nélkül távoznak. Bestiát egy börtönbe zárják, Morph pedig látszólag meghal. Úgy tűnik, hogy a zöld robotokat is sikerült leállítani, azonban az amerikai kormány kérésére a zöld robotok gyártása továbbra is folytatódni fog egy másik titkos helyszínen. Napsugár elköltözik otthonról, és az új otthon a Xavier X-Men iskolája lesz. Magneto is megtámadja azt a helységet, ahol Bestia fogva van tartva. Ő és Xavier egykoron a legjobb barátok voltak, azonban nagyon sok mindenben nem értenek egyet. Xavier békében akar élni az emberiséggel, de Magneto szerint ez lehetetlen, és lépniük kell. Ezután látjuk az első részben tomboló Kardfogót is. Loganék elkapják őt, hogy segítsenek rajta, ugyanis úgy ítélik meg, hogy manipulálják. Magneto rakétákkal oldaná meg a problémát, és tüntetni el végleg azt az X-Men ellenőrző bázist, ám erről Xavier hallani sem akar. Magneto meggyőződése szerint a kormány ki akarja írtani a mutánsokat. Xavier egy trükköt vett be a teljesen elborult Magneto ellen, akinek az elméjét visszaviszi a holokausztig, ezáltal meggyengíti őt. Mindeközben megtudjuk, hogy Kardfogó az nem másnak, mint Magnetónak dolgozik. Ő küldte el, hogy Xavier iskolájába kerüljön, mindezt azért, hogy elrabolja onnan Napsugárt. Na de nem ez a legnagyobb probléma, hiszen mindeközben közeledik az amerikai elnök választás, és látszólag egy mutáns gyűlölő szenátor jelenti be az indulását az elnök választáson. Rozsomák szerelmes Jeanbe, azonban ő Cyclopssal van együtt, és itt választ is kapunk arra, hogy ez a két mutáns közt miért ennyire feszült a légkör, ez szolgáltatja egyébként az évadban a humort is. Csak hogy Jean és Cyclops csatorna mutánsokba fut. Cyclops sikeresen el is tudják rabolni, céljuk pedig, hogy mutánsokat tenyészenek. Vihar kihívja Kalisztot, a csatorna mutánsok vezetőjét, azzal a feltétellel, ha ő nyer, akkor visszakapják Scottot. Természetesen sikerült megmenteni, Scott kiszabadul, és Jean-nel újra együtt vannak Logan nagy bánatára. Mindeközben kiderül, hogy az őrrobotok fejlesztése tovább folytatódott, és sokkal hatalmasabbak lettek, így amikor sor kerül az összecsapásra, azt az egész földön érezni lehetett. Sokkal erősebbek ezek a robotok, és sokkal nehezebb is legyőzni őket, és nem is sikerül az egész bázist elpusztítani. Látszólag egy ideig megoldódik a probléma egy baleset miatt, amikor is az egész intézményt elönti a víz. A következő rész úgy kezdődik, hogy Xavier professzor eltűnt, egyre nagyobb az űr a városban, a gyanúsított ezekért pedig nem más, mint Kolosszus, aki egy orosz mutáns. Azonban a valódi felelős nem más, mint Bulldozer, egy mágikus mutáns, aki Xavier professzor féltestvére. A harcok során az X-Men kastély is teljesen romokba dől. Jean elvette Bulldozer emlékeit ideiglenesen, így sikerült őt megállítani, Kolosszus pedig segít a csapatnak újraépíteni a kastélyt. Kiderül, hogy Xavier professzor egy genetikai kutatóintézetben van egy régi barátjánál, aki egy módszert akar kifejleszteni a mutánsok képességeinek gyógyítására. Itt ez főként Vadóc miatt történik, ugyanis ő nem tud senkit megérinteni, hiszen akit megérint, az kis hián belehal abba, ebbe szeretnének neki segíteni, illetve minden olyan mutánsnak, akinek az ereje ennyire megnehezíti a mindennapjaikat. Kiderül azonban, hogy a projekt vezetője egy Mystic nevű alakváltó, aki Apokalipszisnek dolgozik, aki újra szeretné alkotni a világot. A tizedik részben láthatjuk az Apokalipszis négy lovasát, akit a bibliai proféciákból vettek át a sorozatba. Eléggé átalakítva, de a tizedik részben a négy lovas megtámadta az egész emberiséget, és az egész rész harcokból áll, amin természetesen New Yorkban játszódik, és a végén a mutánsok jönnek ki győztesen. Elérkezünk a jövő múlt napjaihoz, itt egy távoli jövőben járunk, ahol az őrszem és az őrrobot projekt végül sikeres lett, és sorban írtják ki a mutánsokat. Itt egy idős Logant, egy Forge nevű tudóst és egy Bishop nevű mutánst követ
követhetünk nyomon. Az utóbbit visszaküldik az időbe, hogy megakadályozza a Kelly szenátor ellen elkövetett merényletet. Korábban róla hitték azt, hogy ő mutáns ellenes. Visszautaznak az időben, és kiderül, hogy Mystique volt, aki meg akarta ölni Kellyt Apokalipszis parancsára. Kiderül az is, hogy Mystique volt az, aki vadócot gyerekkorában nevelte. Bishop azonban, amikor visszakerül a saját idejébe, látja, hogy bizony nem minden tökéletes. Így hiába sikerült megakadályozni a Kelly szenátor elleni merényletet, van itt még valami, ami nem stimmel, és ami miatt eléggé apokaliptikus a jövő. Elérkezünk az évad záróhoz. Kelly szenátort elrabolt a Magnetto, hogy kihallgassa, hogy pontosan mit tervez a mutánsokkal, azonban feltűnik Moldmester, aki Magnettót és Kelly szenátort is elrabolja. Moldmester áll az új őrszem és őrrobot projekt mögött. A célja az, hogy a mutánsoktól megvédje az emberiséget. Kelly eléggé mutáns baráttá változik, Bestiát pedig ki is engedteti a börtönből, Scott pedig a rész végén, illetve az évad végén megkérte Jean kezét, csak hogy nem happy end teljesen a vége, ugyanis kiderül, hogy valaki bizony figyeli őket. Kyklops és Jean esküjével kezdünk, amit Logan nem tud elviselni, ezért egész nap azt képzeli, hogy Kyklops agyát veri szét. Logan megpróbálja elmondani Jeannek, hogy mit érez iránta, azonban ő ezt figyelmen kívül hagyja. Jön egy csavar, ugyanis a pap, aki összeadja Jeant és Kyklopsot, az valójában nem más, mint Morph, aki úgy tűnt az első évadban meghalt. Neki az elméjét most Mr. Sinister irányítja, aki megszállottja Jeannek és Kyklopsnak is. Egész életében figyelte őket, és arra számít, hogy az ő közös gyerekükkel könnyedén át tudja majd venni a föld felett az irányítást. Mindeközben Kelly szenátor elnök lett, azonban vele párhuzamosan, ő hiába mutáns barát, működik egy PR mutáns ellenes politikai szövetség, akik emberbarát szövetségként hivatkoznak magukra, akik terror cselekményeket követnek el, és úgy állítják be, mintha azok mögött a mutánsok állnának. Morph úgy dönt, hogy Magnettónak álcázza magát, és ráveszi Xaviert, hogy repüljön az Antarktiszra. Ugyanezt eljátsza Magnettóval is, csak fordítva. Eközben Mr. Sinister megtámadja Jeant és Scottot, akik éppen a nászútjukat töltik. Scott próbál Morph elméjére hatni, hiszen ő nagyon sokáig a csapat tagja volt, nem érti, hogy miért árulta el őket. Magnetto és Xavier az Antarktiszon vannak, és itt jönnek rá, hogy mindkettőjüket csőbe húzták. A következő epizódokban mindenki háttér történetével megismerkedhettünk. Vihar és Vadóc Afrikába utazik, mivel Vihar keresztfiát megszállta egy gonosz mutáns, az Ány király, aki az Asztrál síkról származik. Vadóc sikeresen vissza is tudja őt küldeni oda, közben Xavier és Magnetto felfedezett egy olyan pontot, ahol még az ősföld állapota van, ezt hívjuk Vadföldnek, és itt dínokkal is találkoznak, és különböző ilyen bentlakókkal. Kiderül, hogy Magnettónak volt itt korábban egy fellegvára, ahol mutánsok szolgáltak neki, csak hogy ezek a mutánsok most egy titokzatos valakinek dolgoznak. Közben egy volt szovjet mutáns, Omega Red meg akarja dönteni a demokratikus kormányt Oroszországban, ezért Logan, Colossus és még rajtuk kívül néhány másik mutáns odautazik, hogy megállítsák őt. Ezután Rozsamákot egy kanadai szupermutáns csoport elrabolja, és kiderül, hogy korábban ők voltak azok, akik a kormány elől megmentették őt, és a csapat tagjává is tették. Rozsomák nem nagyon akar etyepetyézni, ezért ő úgy dönt, hogy visszamegy a mostani csapatához, az X-Menhez, akikre, mint kiderült, családjaként tekint. Eltelik egy kis idő, és a világ másik pontján Vadóc egy tolvajok bűnössége nevű csapat tagja lett, akik harcban állnak az orgyilkosok céhe nevű csapattal, akik egy halhatatlan mutáns kegyeit akarják megszerezni. Mindeközben néhány X-Men tag Vadócért ment, hogy visszahozzák őt, mindemellett legyőzték a rossz oldalt is. A következő részben egy távoli jövőben vagyunk, ahol Kábel az apokalipszis erőivel harcol, azonban keletkezik egy időörvény, ami kitörli az ő világát. Itt az első évad végén történt események fontosak, ugyanis Bishop tevékenysége Kábel jövőjét is megváltoztatta. Bishop világa egy alternatív világ, ahol egy pestis járvány pusztította el az egész földet. Visszautazik az időbe, hogy ezt megakadályozza. Kiderül, hogy nem más állt ez a járvány mögött, mint a PR emberbarát politikai szervezet, akik ugye terrorcselekmények hajtanak végre, és azt később úgy adják el, mintha a mutánsok álltak volna az mögött. Kiderült, hogy ezzel a pestis járvánnyal is ez volt a céljuk. Továbbá kiderül még az is, hogy az elnökük Apokalipszisnek dolgozik, bár megjelenik az X-Men csapat, hogy megállítsák, Apokalipszis egy másodperc alatt mindenkit megöl, és a pestis ismét sikerrel jár. A következő részben maga Kábel jön vissza, és mindent látunk, amit az előző részekben is. Logan trabolja el, és beadja neki a vírust, ami később majd elkezd terjedni. Erre azért volt szükség, mert az ő szervezete írtózatosan gyorsan regenerálódik, így hamar létre tudja hozni majd az antitesteket, amivel meg lehet állítani a vírust. Így Bishop a későbbi
cégekben nem megy vissza a múltba megállítani a vírust, ezáltal ez kábel világára sem lesz majd negatív hatással, és nem fog elpusztulni, így mindenki jól jár. Ezután többet megtudunk, hogy milyen kapcsolata volt Mysticnek és Vadócnak. Vadóc családja miután megtudták, hogy a lányuk mutáns, kidobták otthonról, és Mystic volt az, aki befogadta, és egy csapat tagjává tette őt. Egy küldetés során találkozott az akkori Miss Marvel-lel, Carol Danvers-szel. Vadóc magába szívta az ő erejét, Carol ezután pedig kómába került, és az sem biztos, hogy életben marad, viszont Vadócnak ez miatt lelkiismeret furdalása volt, ezért állandóan meglátogatta, hogy hogy van. Kiderül azonban az is, hogy Mystic nem csak Apokalipszisnek, hanem Mr. Sinisternek is dolgozik. A további évadokban majd meglátjuk, hogy ennek miért van jelentősége. Bestia egy Kali nevű vaklány meggyógyításán dolgozik, és eközben egymásba szeretnek, viszont a lány szülei gyűlölik a mutánsokat, és szeretnék a lányuk messziről elkerülni Henket. Az emberbarát politikai csoport elrabolja Carlyt, Rozsomák pedig Bestiával együtt a lány megmentésére rohan. Kardfog hologramja segít a csoportot legyőzni a részben. Carly a rész végén ismét lát, sikerült meggyógyítani, azonban Bestia nem akar vele kapcsolatba lenni, hiszen ez az eset után úgy ítéli meg, hogy az csak a lányra veszélyt jelentene. A következő részben egy másik dimenzióval ismerkedünk meg, ahol egy Mojo nevű lény uralkodik. Itt egy ilyen összecsapásos sportok vannak, hasonló, mint amit a Thor Ragnarökben láttunk, és ezek itt igen véresek, ami Mojónak tetszik is. A mutánsok valahogy ide keverednek, és ő úgy dönt, hogy bizony ők lesznek az ő új sztárjai, mert ez az ötlet a közönségnek is nagyon tetszik, de Jean egy idő után ki tudja magukat szabadítani. A vadföldön ismét Magnetót és Xaviert látjuk, és azok a mutánsok is feltűnnek, akik korábban Magnetónak szolgáltak. Kiderül, hogy most Mr. Sinister az új mesterük, és neki engedelmeskednek. Ezután elrabolják Jean-t és Morphot is. Egy sugárzást küld rájuk, ami következtében elvesztik a mutánsok az erejüket, vagyis majdnem mindegyik mutáns, hiszen Rozsomáknak megmaradt, így egy Kezár nevű ottlakóval fog össze, hogy bejusson a palotába. Mr. Sinister meg akarja változtatni a mutánsok genetikáját, hogy a csapat le tudja őt győzni, amiután ő darabokra esik. Viszont az érdekesség az, hogy így sem sikerült őt megölni, hiszen életben maradt, tehát legyőzni nem sikerült, szóval őt majd még hamarosan látni fogjuk. Az évad végén Magneto elmondja, hogy ő is Xavier mindig barátok lesznek, még a nézeteltérések ellenére is. Olyan veszély fenyeget, ami globálisan érinti a mutánsokat, akkor bármikor számíthatnak rá, és ő segíteni is fog nekik. A harmadik évad az egész szériának a leghosszabb évada, a maga 24 epizódjával. Nézzük, mi történt itt. Az első részben egy új gonosztevőt látunk, akit jobb csak Lady Deathstrike-nak hívni, ugyanis a szinkron borzalmasan fordítja. Szóval Lady Deathstrike talál egy hajót a Warlock alagútban. Megtudjuk, hogy ő nem akárki, Logan korábbi szerelme. Csak hogy egyszer őt elfogták és szörnyet csináltak belőle, és ő ez miatt Rozsomákot hibáztatja, gyűlöli is őt, és bosszút is akar állni rajt. Warlock alagútban lévő idegen hajón azonban egy parazita lakik, aki hát elszabadul és meg kell állítani. Természetesen a csapat sikerrel jár, csak hogy ennél egy sokkal fontosabb esemény is történik, elkezdődik a Phoenix szaga, ugyanis Xavier egy telepatikus figyelmeztetést kap. Xavier álmokat lát egy óriási űrcsatáról, közeledik egy szörny, akit Eric Durednek hívnak. A csapat le tudja őt győzni, csak hogy ezután a hajó rossz pályán halad, Jean veszi át az irányítást, a csapat természetesen ekkora már biztonságban van, de Jean úgy tűnik, hogy a hajóval együtt beleszáll a napba és megsemmisül. Természetesen a történet nem ér itt véget, ugyanis Jean Phoenixként születik újjá. Phoenix egy kozmikus entitás, aki Jean testét használja gazdatestnek. Xavier elméje igencsak zavaros és nem tudja kontrollálni, ezért egy szigetre utazik, ahol Impress segítségét kéri, csak hogy ezzel párhuzamosan egy Din nevű személy lett Shi'ar birodalom új királya, aki teljesen megbolondult. Egy szupererős Makron kristályt akar, ezt a kristályt Impress rejtette el testvére elől, hiszen ennek hatalma van akár az egész univerzumot is elpusztítani. Mindeközben Xavier és ő egymásba is szeret. Druiderik ismét visszatér, és kiderül, hogy az új királynak, Dinnek dolgozik. Bulldozer bérlik fel, hogy elraboljon egy Landra nevű lányt, aki Moira jó barátja. Mi az X-Men segítségét kéri, csak hogy összefutnak Sairgarda vezetőjével, aki könnyedén legyőzi a csapatot. Ám ekkor Phoenix felbukkan és megmenti őket. Itt egy űrkalóz csapat támadja meg a helyet, ahol vannak, és ennek a csapatnak a vezetője nem más, mint Célkereszt, aki Cyclops titkos apja.
királya, viszont a király Dean sem mondott még le a kristályról. Az űrkalóz csapat is a kristályt akarja ellopni, és ezeknek az eseményeknek a következménye, hogy végül Deané lesz a kristály. Azonban feltűnik Phoenix, aki szembe tud szállni a kristály erejével, és ezt az egész univerzumban érzékelni lehet. Itt kapunk egy pókember és egy hadigép kameót is, ugye az ő sorozatuk is ebben a világban játszódik. Utóbbi sorozatról is tervezek egyébként egy hasonló videót, mint erről, majd ha esetleg bejelentik annak folytatását. Jin magába szívja a kristály erejét, és megint azt hiszik, hogy meghalt. Xavier és Empress útjai is külön válnak. Kukops nagyon szomorú és elképesztően dühös Jin halála miatt. Xavier professzorral is összeveszik, ezután pedig az útja egy árvaházba vezet, ahol megállít egy mutáns kereskedő csapatot, akik mutáns gyerekekkel akarnak kereskedni. A Jin-szálnak azonban itt még nincs vége. Egy apokalipszisnek dolgozó arkangyal bosszút akar állni az embereken. A csapat egy hajóra utazik, ahonnan ez a robot jött. Itt a hajó egy mesterséges intelligenciával van felruházva. A küldetés vége az, hogy apokalipszis megjelenik, így Bestiának el kell süllyesztenie a hajót, ezzel feláldozva magát. A következő részben visszatérünk Mojohoz, akinek a világában egy lázadás tört ki. Egy Longshot nevű mutáns is érintette be, aki az X-Men világába keveredik, és megismerkedik Napsugárral. Csak hogy Mojo is átkerül ide, aki le akarja győzni az X-Meneket bosszúból a múltkor történt eseményekért. Természetesen sikertelen ez a próbálkozása. Longshot is hazakerül, ahogy Mojo is, ahol a küzdelem folytatódik. A végén Longshot sikerrel jár. Iceman nevű mutáns betör egy kormányzati létesítménybe, amit érdemes róla tudni, hogy korábban ő is X-Men tag volt, és ez az akciója után felkeresi a csapatot. Se Scott és Xavier nem örül annak, amit tett, hiszen a kormány már úgy, ahogy megbékélt a mutánsokkal, viszont így, hogy kormányzati központokat támad meg, hát nem vet a mutánsokra túl jó fényt. Csak hogy Napsugárral igen jó kerül, ezért ő segít is neki abba, hogy ismét betörjön egy helyre. Kiderül, hogy Iceman végig a barátnőjét akarta csak megmenteni, aki a fogság alatt beleszeretett egy kormányzati csapat tagjába, akinek hasonló ereje van, mint Kukopsnak. Össze is mérik az erejüket, és kiderül, hogy egyik sem káros a másikra, azaz immunissak egymás képességeire. Visszatérünk a vadföldre, ahol Kézár emberei egy puccsot hajtanak végre. Egy Kár Ios nevű hölgyel megismerkedik, aki egy gonosz isten erejét felhasználva manipulálja Kárt, aki egy szörnyé változott. Az X-Men csapat segítségével azonban minden rendbe jön. Jean visszatér egyenesen a napból, azonban a probléma az, hogy nem tudja kontrollálni Phoenix erejét, ami főként az érzelmeiből táplálkozik. Egy mutáns arisztokrata csoport el is rabolja őt, hogy az erejét felhasználják. Teljesen kimosták az agyát, és Jean új neve a Fekete Királynő lett, aki az X-Men ellen fordult. Kukops és Rozsomák is meg akarja menteni őt, illetve bosszút állni a csoporton, csak hogy már ez az arisztokrata csoport sem tudja kordában tartani Jean-t, aki immáron sötét Phoenixként hivatkozik magára. Phoenix továbbra is Jean testét használja. Jean néha vissza tudja venni az irányítást a teste felett, és próbál küzdeni a Phoenix-el. Az űrbe repülésének hatását a Shi'ar birodalom is megérzi, aki egy csapatot küld a földre, hogy tartóztassák le Jean Grey-t. Ezután következik a Sötét Phoenix szága záró epizódja, ahol a csapat már Shi'ar birodalommal küzd meg. A harc végén Jean szabadjára engedi a Sötét Phoenixet, ezáltal elhárítva a veszélyt, csak hogy ebbe ő is belehal. Azonban ismét sikerül őt feléleszteni úgy, hogy a csapat tagjai az életerejükből adtak neki át. Délkereszt visszatér a földre, és itt kiderül Kukops számára is, hogy ő az apja. Vadóc gyerekkori pasia váratlanul visszatér, és furcsa mód meg tudják érinteni egymást. Hát nem véletlen, hiszen egy parazitafaj érkezett a földre, akik Vadócot akarják. Sikeresen meg is tudták őt egyébként fertőzni, de nem csak őt, hanem több mutánst is. Ők a Marsról érkezett idegen civilizáció, akik el akarnak szaporodni a földön is. Rozsomák ellen tudott állni ennek a fertőzésnek, és kiderült, hogy a parazita, aki Vadócot kereste fel, tényleg szereti a lányt. Na de miért? Ezt a kérdést nyitva hagyták. Az évad elején visszatér Bulldozer, és hát választ kapunk arra a kérdésre, hogy miért utálja ennyire a professzort. Bulldozer nem akart mutáns lenni, azonban a túléléshez szüksége van az erejére, Xavier pedig, mivel hát rokonok, nem akarja, hogy meghaljon. Ezen kívül több összetűzés is volt a két család közt, aminek a középpontjában főként a vagyon volt. Amerika megpróbálja Omega Red segítségével átvenni az irányítást egy atomtenger felett, aminek az az eredménye, hogy atomrakéták indulnak meg New York felé. Az X-Men sikeresen közbeavatkozik és
megállítják ezt. A következő epizód már tartalmasabb, ugyanis Magneto egy aszteroida bázist hozott létre az űrben, ami menedékül szolgál minden mutáns számára. Több mutáns is csatlakozni kívánt ehhez a bázishoz. Egy Fabian nevű mutáns, akinek hátsó szándékai vannak, szintén feljutott a bázisra, csak hogy ő meggyengítette Magnetót, és átvette a bázis felett az irányítást, és úgy adta elő, mintha ő Magneto nagy segítője lenne. Azonban az X-Men erről semmit nem tudott. Amelia Xavier volt szerelme jön rá, hogy Fabiannak bizony hátsó szándékai is vannak, és megpróbálta megölni Magnetót. Fabian atomrakétákat küld a földre, viszont Magneto és Xavier egyesítette az erejét, ezáltal sikeresen meg tudták állítani őt. Csak hogy Fabian sem maradt magára, ugyanis őt Apokalipszis mentette meg. Xavier egy árny király nevű mutánsról álmodik. Xavier korábban már harcolt vele, sőt, ő volt az első mutáns, akivel megküzdött. Miatta döntött úgy, hogy megalapítja az X-Ment. Visszatérnek az őrszemek is, akiknek a vezetője elraboltatja Xaviert. Az egész problémát Morph segítségével sikerül csak megoldani, aki újra csatlakozik a csapathoz, azaz visszatalál a helyes útra. Scott meglátogatja a doktort, aki árva korábban nagyon sokat segített neki, csak kiderül, hogy egy gonosz mutáns csoport a dokira vadászik, akiket Cyclops sikeresen legyőz. Feltűnik egy új arc éjszakai mászó személyében, is nagyon érdekes a fordítás, azonban a szinkron kedvére őt most akkor nem az angol nevén, hanem a magyar nevén szólítom, ahogy a sorozat is lefordította. Egyébként itt a 90-es évekbeli animációs sorozatokban, nem csak az X-Menben, de a Pókemberben is nagyon érdekes fordítások voltak. Szóval éjszakai mászó egy kolostorban dolgozik, azonban a többiek azt hiszik rá, hogy egy démon. Azonban hamar kiderül, hogy nem az, neki jó szándékai vannak, és meg is bocsájt azoknak, akik korábban meg akarták őt ölni. Ez a tette Logant nagyon megérinti, ugyanis ő sem tudta elengedni a múltat, és nem tud megbocsájtani azoknak, akik megnehezítették az életét. Azonban éjszakai mászó tette annyira megérinti, hogy az epizód végén egy templomban megtér és imádkozik is. Bishop jövőjéből egy gép jön vissza az 1950-es évek végére, ahol a fiatal a Xaviert meg akarja ölni, illetve meg is öli. Ezután a jelen egy apokaliptikus jövővé változik, például Logan és Vihar egyébként ezen az idővonalon összeházasodtak, tehát teljesen meggavajodott az egész idővonal. Bishop ezt helyre akarja hozni, ezért felkeresi az X-Ment, hogy mentsék meg Xaviert, hogy ez a jövő ne jöhessen létre. Nem járnak sikerrel, így ismét létrejön egy alternatív idővonal, ahol a jövőben az őrszemek uralják a világot. Az egyetlen megoldás, hogy ismét megpróbálnak visszautazni az időben, és megint megpróbálják megmenteni Xaviert, mi meglepő, most sikerrel járnak. Moira Matter fia Kevin egy cellában van, hiszen nem tudja kontrollálni a képességeit. Az ereje pedig olyan nagy, hogy a valóságot is felül tudja írni, azonban be kellett zárni egy cellába, hiszen érzelmi zavarokkal küzd apja miatt, aki egy olyan politikus, aki a mutánsok ellen küzd, ezáltal a fiát sem tudta elfogadni. Xavier segített neki azáltal feldolgozni a múltban történteket, hogy belemászott az elméjébe. A következő részben Skarlát Boszorkány megpróbálta Pietroval együtt a valódi apjuk kidétét felfedezni, ezért egy Vágor nevű helyre utaztak, ahol találkoztak az evolúció mesterével, aki egy tökéletes társadalmat kívánt létrehozni, ő hozta létre a vadföldet is, ezeket ugye láttuk a Galaxis Őrzői 3-ban is. Magneto is itt tartózkodik, és hát végül kiderül, hogy ő a valódi apjuk, mármint Vandának és Pietrónak. Az evolúció mesterét legyőzik, az ikrek pedig Magnetót hibáztatják az anyjuk haláláért, ezért nem hajlandóak megbocsájtani neki. Az ember barát PR politikai szervezet ismét tevékenykedni kezd. Bezárják Vadócot és éjszakai mászót is a bázisukra, ahol Mystic is tartózkodik. Itt kiderül, hogy Mystic nem csak Vadócot nevelte gyerekkorában, hanem ő éjszakai mászónak a vérszerinti anyja, csak elhagyta őt gyerekkorában, viszont ezt mindenképp szeretné jóvá tenni, és hajlandó lett volna feláldozni is magát érte, csak hát túlélte. Kiderül, hogy a PR ember barát politikai csoport elnöke Creed az is Mystic gyermeke, sőt mi több, kartfogó az édesapja, tehát itt Mysticet nagyon sok mindenkihez szálak fűzik, és ez csavar az egészben, hogy az emberbarát csoport mutáns ellenes csoport vezetője is
valamilyen szinten mutáns. Rozsa Malkon kezdenek úrrá lenni a múlt traumái, elhagyja az X-meneket és visszatér Japánba, ahol egy gangster csapat épp egy falut terrorizál. Rozsa Malk meg akarja őket állítani. A részek során folyton látomásai vannak a rajta végzett kísérletekről, plusz a múltban elvesztett szeretteiről is. Azonban a részek során kiderül, hogy ők valójában még mindig életben vannak. A korábbi csoport ellen újra összeálltak, akik a kísérleteket végezték rajtuk. Silver Foxba Rozsa Malk korábban szerelmes volt, és együtt is voltak, azonban ez a kapcsolat nem folytatódik, bármennyire is szeretné Logan. A következő rész egy karácsonyi rész, itt egy mutáns gyermek pióca haldoklik, de Rozsa Malk vérátömlesztéssel megmenti az életét és megmenekül. Most következnek a legfontosabb részek. Az az érdekesség, hogy eredetileg ez lett volna az utolsó évad, és ezek a részek lettek volna a záró epizódok. Kábel megpróbálta Apokalipszis minden tevékenységét megakadályozni, csak hogy Apokalipszis ellopta Kábel időutazási technikáját. Bishop ezt érzékeli, azonban amikor utazna az időben csapdába esik, egy időn kívüli helyen Jean és Scott ismét összeházasodnak, csak hogy Mr. Sinister is visszatér. Kiderül, hogy Mr. Sinister is Apokalipszisnek dolgozik, és itt derül ki, hogy mit is jelentett az a szál, hogy Mystic Apokalipszisnek és Mr. Sinisternek is dolgozik. Ugyanis Mystic Mr. Sinisternek dolgozott, Mr. Sinister pedig Apokalipszisnek. Sőt, szinte mindegyik gonosz, akivel a sorozat során találkoztunk, valahogy kapcsolódik Mr. Sinisterhez, de a csavar az, hogy még Magneto is neki dolgozik. Magneto természetesen egy ravasz terv miatt, neki egy olyan idővonal létrehozása a célja, ahol a felesége még mindig életben van. Csak hogy Kábel megoldja az időutazást, és egy távoli múltba megy vissza, ahol Apokalipszis először feltámadt. Csak hogy ők már korábban odaértek, mint Kábel. Magneto és Mystic fellázad Apokalipszis ellen, hiszen nem tetszik nekik, amit a gazember tervez. Apokalipszis tevékenységének a következménye az, hogy az emberek elkezdenek eltűnni az idővonalakról. Az idővonalak közt Bishop elkezdi megfordítani az egész időnek a menetét, ennek eredménye pedig az, hogy nagyon sok gonosz elszabadul, azonban köztük van az egyik legerősebb, Kang a hódító, aki ekkora már Immortus lett. Ő felel az idővonalak rendben tartásáért. Össze is fognak, hogy kitöröljék Apokalipszist a létezésből. Immortus kiengedi azokat a gonoszokat, akiket ő tartott fogva korábban, hogy megvédje az idővonalakat. Közösen összefognak Apokalipszis ellen, és sikerrel is járnak. Mindenki megkapja a saját maga kis happy endét, az X-Men csapat szétszéled, mindenki egy boldog lezárást kapott. Akkor, hogy a Fox úgy döntött, hogy csinálni fog még egy évadot, illetve több évadot is berendelt, de azelőtt már a 94-es Pókember sorozat részeiben is feltűnt a csapat, ott Póki Xavier segítségét kérte, hiszen a DNS-e elkezdett elváltozni, Logan és Pókember lett a végén a nap hőse, különösen ezek az események nincsenek kihatással az X-Men sorozatra. Ez az évad az egész sorozat leggyengébb évada, itt az elején egy olyan civilizáció támadja meg a Földet, akik könnyen magukba tudnak olvasztani mindenkit, akik hozzájuk ér, mindenkit sikerül is, kivéve Bestiát, aki megmenekül, és képtelen összeállni Warlockkal és Mr. Sinisterrel, és még Magnetót is beszervezik a csapatba. Magneto egyedül Pietro és Wanda miatt megy bele, le is győzik ezt a civilizációt végül. Töltelék epizód is következik. Az egyikben Archon egy másik dimenzióból elrabolja vihart, hogy segítsen megmenteni az otthonát. Ő ezt megteszi, egymásba szeretnek és összeházasodnak. A következő epizódokban kiderül, hogy ez a csávó nem százas, sőt egy zsarnok, aki rabszolgákat tart. A csapat próbálja vihart meggyőzni, aki viszont szereti Archont, majd a későbbiekben magától is rájön arra, hogy tényleg egy zsarnok ellene fordul és ott hagyja. Ezután felbillen Apokalipszis egy szellemének próbál egy gazdatestet találni, elrabolja napsugárt, hogy ő legyen az, viszont nem jár sikerrel, ezért Fabian lett az új gazdateste. Érdekesség, hogy az ezt követő epizód már nem kánon, hanem egy külön kiadás, ami egy akkor megjelent képregényt adaptál. A következő rész pedig a múltban játszódik a második világháborúban, ahol Logant látjuk Amerika kapitánnyal egy küldetés során. Az ellenség vörös koponya, akinek van egy olyan csoportja, aki mutánsokon hajt végre agymosást. Évekkel később egy Black Ops nevű ügynökség kezd el tevékenykedni, aki vadócot be akarja szervezni. Ők és mutánsok agymosásával foglalkoznak. Az X-Men csapat jön, és
megállítják őket. Hát tényleg nem a legerősebb évad, de szó szerint ennyi az egésznek a története. Persze itt még nincs vége, ugyanis elérkezünk az utolsó két részhez, ami Mr. Sinister múltjával foglalkozik, legalábbis az utolsó előtti. Neki a munkája az volt, hogy szuperembereket hozzon létre genetikai kísérlettel. Magán is kísérletezett, ezért lett olyan, amilyen, és London utcáin a csatorna segítségével elterjesztette ezeket a géneket. Az utolsó részben Saviort az ENSZ-ben megtámadják, a professzor haldokolni kezd. Világkáoszba borul, a mutánsok elkezdenek lázadozni. Magneto egy mutáns szigeten veszi át az irányítást, és csapatot toboroz, hogy egy mutáns felkelést szervezzen, csak hogy értesül arról, hogy Savior bajban van. Savior a halálos ágyán búcsúbeszédet mond, sőt meg is hal, de sikerül annyi életerőt adni neki, hogy mindenkitől személyesen elbúcsúzzon és egy jó tanácsot adjon. Ezt láthattuk az új trailerben is. Landra azonban megjelenik, és elviszi őt egy másik bolygóra, ahol elvileg meg lehet menteni őt, de mint ahogy az X-Mennek az új előzetesen mutatta, hát nem biztos, hogy ez a megmentő akció sikerrel jár, de ezt hamarosan, napokon belül megtudjuk, ugyanis érkezik az új évad, ami nem az utolsó évad lesz, mert az új évadon kívül már további két évad is készült, szóval ez a sorozat nagyon sokáig fog futni, és reméljük, hogy nem lesznek olyan gyenge évadok, mint az ötödik volt, bár az első kritikák nagyon pozitívak, szóval elvileg nagyon király lett az új hatodik évad. Röviden, tömören, dióhéjban ennyit érdemes tudni az előző öt évadról, én is nemrég néztem meg, és közben jegyzeteltem, hogy na majd most mit fogok berakni a videóba, igyekeztem csak a lényeget összegyűjteni, és hát ezek voltak szerintem a fontosabb események, amiket érdemes tudni az új évad előtt. Én azért abba titkon bízom, hogy a Marvel is kiad valamit, ami még ennél is rövidebben összefoglalja a lényeget. Nem bizonnyal én ezeket szedtem össze, remélem, hogy tudtam segíteni. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, vagy ha úgy érzitek, csatlakozzatok a tagok közé, és akkor hamarosan jön az új évad. További szép napot, sziasztok!